sziasztok! Most elhoztam nektek ezt a Lego City-s tűzoltó készletet. Én ugye nagy City rajongó vagyok, és nagyon megtetszett ez a City készlet, főleg, hogy tartalmaz ugye útelemeket, két járművet, 7 minifigurát tartalmaz a set. Ugye van benne egy épület, de ezt az épületet ugye nem nézem úgy olyan szintűnek, mint ugye általában a moduláris házak. De jópofa setnek tűnt, úgyhogy gondoltam, hogy megveszem. Nem olcsó, darabszámhoz képest. Ugye 731 darabos a set, és 30 ezer fölött van az ára. De nézzük meg, hogy mi van a dobozon. Ugye itt a doboz hátán látjátok, hogy ugye szemből is, hát a motor is jármű, tehát van benne egy tűzoltóautó, van benne egy tűzoltómotor, meg van benne egy nagy tűzoltó kocsi, ami a tényleges kocsi, ugye ez Fire Brigade, tűzoltó brigáda a hivatalos megnevezés. Ugye vannak benne különféle funkciók, ugye például le lehet, tehát van benne egy ilyen, hogy lelövöldözöd a tüzet, és akkor ugye újra lehet ezt játszani. Van egy ilyen konténer is, ami ég, vannak benne macskák, amiket ugye a kisgyerekkeres meg lehet találni. Itt is lehet látni, hogy itt lövi ki, hogyan van megcsinálva a szerkezet, ugye, hogy miket lehet, valamint még ugye ez is tud kilőni majd az utánfutója. Így néz majd ki a set, és igen, itt veszélyes anyag tartály is kilukat, tehát a veszélyes anyag is kilövel, és valamilyen tévésorozatból van ez az egész. De bontsuk ki, nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Na, hát a dobozunkban összesen 8 darab zacskó van. Ugye 6 nagy számozott, van egy kisebb a 3-as zacskóhoz, meg vannak ugye az utak, két alaplap, meg ugye a háló, amiben majd kiugrik a tűzoltónk. És ugye ebbe lesz az összerakási útmutató. Mondjuk azt nem tudom, hogy miért tették be, de gondolom, aha, a matricák meg... Na! Ó! Jó, ugye ez összerakásik. Ebben már nincsen semmi. Hát így elsőre... Hát ahhoz képest, hogy mekkora szett, ez nem sok matrica szerintem. Ugye ez a tűzoltóautóra lesz, ez meg a Sardinia gyárra. 3 darab összerakásunk van, az egyikből össze tudjuk ugye rakni a két kisebb járművet, a másikból a nagy kamiont és a házat. Nézzünk bele, gondolom ebbe plusz info úgyse lesz. Így van, tehát hogy lényegében ez a kis füzetben összesen 35 lépés van, tehát 35 lépésből tudjuk összerakni ezt a két járművet. Igen, a végén ugye csak egy kép van arról, hogy hogyan fog ez kinézni, ha készen van. A közepes füzet, ami a nagyobb autót, ugye magát a tűzoltó autót tudjuk összerakni. Na hát az 99-100 lépésből áll, és ennek is ugyanaz van a hátulján. És akkor ugye maga a háza a legutolsó, ebben sincs semmi, plusz a legvégén ugye a szokásos elem táblázat, itt hogy mit tudunk az úttal, igen, hogyan lehet beállítani a készletet, 119 lépés, vagy igen, 119 lépés van ebben a füzetben, úgyhogy akkor én elkezdem, összerakom, aztán megnézzük a részleteit.
El is készültem ezzel a tűzoltó brigád szettel, és hát itt most láthatjátok egészben a minifigurákat belesetettem. Három részben fogom tagolni a szettet, vagyis a minifigurákkal együtt négy. Ugye meg fogjuk nézni a kamiont, meg fogjuk nézni a két kisebb járművet, a motort és az autót, és megnézzük az épületet, és hogy milyen funkciói vannak, ugyanis rengeteg játék funkcióval van felszerelve ez a szett. Úgyhogy mindenek előtt szerintem kezdjük a minifigurákkal. A minifigurák közül is először kezdjük a tűzoltókkal. Ugye itt láthatunk négy tűzoltó figurát, ebből a középső kettőnek a printelése teljesen ugyanaz, csak az arcuk tér el. A jobb szélső kapott egy piros gallért, vagy mellényt így a ruhájára, és ugye van a bal szélső, aki pedig a ruha bal oldalára, nektek jobb, kapott egy zsebet, még egy elemlámpa is található printelve neki a ruhájára. Ugye ő a motoros hölgy, ezért van rajta bukós sisak, a másik három figurán tűzoltó sisak található. Nézzük meg az arcaikat. Az arcaikat megnézve látszik, hogy három karakterünk is női, ugye ő és ő is női karakter. Mindegyiknek van egy ilyen mosolygós arckifejezése, hát az egyetlen férfink pedig húzza a száját, és a motorosunk kapott egy szemüveget is a bukó sisak alá. Nézzük meg őket hátulról. Hátulról azt láthatjuk, hogy a két középső figuránknak ugyanaz a printelés a hátán is, még ugye a két szélső ténylegesen két másik ruházatot visel, viszont a négy figurából csak kettő kapott második reakciót. A jobb szélső hölgy, ő ilyen alvósat, hát az úriember pedig eléggé meg van ijedve, ezt tükrözi a reakciója. A tűzoltók után nézzük meg a két, hát szerintem különleges osztagos, bár ő tűzoltó ruhát visel, a sapka is, viszont oxigén maszkja van, tehát szerintem ő az, aki bemegy az égő épületbe, tehát valamennyivel különlegesebb, mint a sima tűzoltók. És van egy veszélyes anyagokkal foglalkozó úriember, aki egy ilyen vegyvédelmi ruhában van. Ha leveszem a sisakjukat, akkor láthatjuk, hogy a vegyvédelmi ruhának a felső része az egy ilyen egybeöntött legó darab, így rá kell húzni. Viszont ez az oxigén maszkos, ez két, hát igazából három részből, mert erre föl kell pattintani ezt az üvegrészt, és ugye külön van a sapka. Viszont így látjuk, mind a két figura ilyen szakállas úr, elég szép printeléssel mindkettőnek a mellkasán és a lábain. Megfordítom őket, és akkor láthatjuk, hogy egyik sem rendelkezik második reakcióval, viszont mindkét ruha hátulról is printelve van. Itt az oxigén palackoktól nem látszik, de alatta, hogyha egy picit oldalra fordítom, akkor látszik, hogy ez is printelve van. És a legvégére maradt nekünk a kisfiunk, aki keresi az eltűnt macskáját, és a három macska, egy a macska anyuci és a két kis cica. Láthatjátok, hogy egy ilyen rózsaszín felsője van, ez a felső, ez igazából új, tavaly még egy szedben a grocery shopban, az élelmiszerboltban jelent meg még ez a felső, de ebben a két szedben. Az arca itt így ugye szomorú, hátulról megnézve pedig ugye látszik, hogy ez egy kapucnis pulóver, és itt már egy vidám arca van a kisfiúnak, gondolom miután megmentették a macskát, ezután felvidul ő is. Van még egy kiegészítünk, ez a mentőháló, amit ugye meg tud fogni két figura, és erre tud leugrani bárki az égő házból. Ezt így érdekességképpen megmutatom. És akkor nézzük meg a két kiegészítő járművet, kapunk egy tűzoltó motort és egy tűzoltó autót a szethez. A tűzoltó motoron találunk egy porraloltót, viszont az autóban is van, itt a hátuljában, hogyha egy picit megdöltöm, akkor látszódik, hogy ő is, tehát az autó is rendelkezik egy ilyen poroltóval. Viszont maga ebbe a sárga színben és ezzel a printeléssel, ugyanis ez nem matricázva, hanem printeléssel van a szedben, teljesen egyedi, itt található meg először, ebben a szedben
ez a színösszeállítás és ez a printelés. Az autó az nekem kifejezetten tetszik. Egy gyönyörű versenyautót kapunk, amit ugye ilyen tűzoltóságos matricával kellett leragasztani. Hátul is szerintem nagyon jól ki van dolgozva, mind a kipufogók, mind a lámpák. Ez a hátsó spoiler is, ez nekem nagyon tetszik. És ugye így tud beleülni, ha levesszük a tetejét, akkor egyszerűen bele tud ülni a minifiguránk. Nézzük is meg, hogy hogyan néznek ki a figurákkal ezek a járművek. Bele is ültettem a figuráinkat, vagy a motorra ugye ráültettem a figuránkat, és itt az autónak ez a poroltója még arra is jó, hogy a sisakot oda tudjuk tenni, és így a vezetőnk rendesen elfér az autóban, ugyanis sisakkal nem férne el. Tehát így ülnek rajta, és hogyha felteszem az autó tetejét, akkor ugye így néz ki. Láthatjátok is a tűzoltó kamionunkat, és amíg a sima járművek nem rendelkeztek túl sok játék funkcióval, hát ezt teletömték. Nézzük is, hogy mik ezek. Ugye, mint látjátok, van a kamion, és van neki egy utánfutója. Ez egy víztartály, amit cipel magával. Ezen a kamionom van egy nagy vízágyú, ami ugye egy mozgatható létra. Tehát ezt tudjuk felemelni, tudjuk forgatni, és ez is mozgatható, forgatható. Na de mi ez a nagy boxkesztyű benne? Ez egy vízsugarat ábrázolna, és itt meg is tudom mutatni, ehhez kapcsolódik az egyik játékfunkció. Ugyanis ebben van egy szerkezete. Ráirányítom valamelyik ablakra, amelyikben tűz van, és ha megnyomom a gombot, akkor ezt ki lehet lőni, és ezzel lehetne eloltani a tüzet a házban. Megpróbálok újra egyet célozni. Tehát így lehet vele kilőni a tüzet, ugye ez ilyenkor behajlik, majd megmutatom ezt is, hogy milyen a szerkezet, de lényegében ezzel eloltottuk, úgyhogy van ez a játék funkciója a kamionnak. Másik funkciója az, megfordítom, ugyanis ugye van egy ilyen kilövő pisztoly, főleg Star Wars szettekben láttam, ugye megnyomjuk, és akkor kilövi benne ezt a kis egyes kör alakút, és ugye ezt így ki lehet húzni, és természetesen itt van egy tekerő, amivel fel lehet vissza tekerni, és ez mindkét oldalra beakasztható, tehát itt is, és a másik oldalon is van neki egy tartója, és ennyi az egész, hogy beletoljuk. A nagy kamionba van még játék funkció, ugyanis nem csak, hogy le tudjuk venni a tetejét, és bele tudjuk ültetni a minifiguráinkat, kettő is belefér. Tehát első és hátsó ülés, de itt is fel tudjuk emelni, és ide is tudunk bepakolni, akár be tud ülni még minifigura, vagy be tudunk tenni bármilyen dolgot, ami kellhet. És természetesen mindkét oldalon van egy kis szekrény, aminek nyílik az ajtaja, és ebbe is lehet pakolni. A kis utánfutónk igazából semmi extrát nem tud. Van egy lapáttartó, ide föl lehet tenni a seprűt, ami a vegyvédelmis figura kezébe van, viszont itt látjátok, hogy kikandikál valami, ugye ez is egy ilyen kilövő szerkezet, ezzel is ki lehet lőni ezt a vizet szimbolizáló kis elemet, visszadugom, bekattan, és akkor. Tehát maga a tűzoltó autónk háromféle tűzoltási módszerrel tud tüzet oltani, úgyhogy már magába, ha csak ez az egy kamion, tehát tűzoltó kamion lenne a szetben, már akkor is azt mondanám, hogy ez egy jó szet, megéri, tele van játékfunkcióval, és ugye itt látjuk, hogy ezt el is felejtettem, itt kapunk egy tűzoltó fejszét, meg ezen is van egy poroltó. Beleültetem a minifigurákat, nézzük meg, hogy hogy néz ki úgy. Itt láthatjuk, hogy hogyan ülnek benne a minifigurák. Ide sisakostul beférnek, tehát rá tudom tenni a tetejét, a sisak nem zavarja a tűzoltó autónknak a tetejét. Viszont ami nekem ugye nagy szívfájdalmam a friss szetteknél, nincsen ajtó itt se, tehát a minifiguráink konkrétan nem tudnak egy kinyitott ajtón keresztül beszállni
a kamionba. Ugye az épülethez kapunk egy úttestet, emellett van, és az úttest épülettel átellenes oldalán van nekünk ez a Missing Cat printelt táblánk. Printelve kapjuk, ugye itt gondolom a kisfiúnak van egy hirdetése, hogy eltűnt a macskája, és akkor ugye látjuk az aján, hogy ilyen letéphető kis cetlik vannak, gondolom a telefonszámmal, amit el lehet vinni, és felhívhatja valaki, hogyha megtalálta a macskát, ez így a kerítésen van. Itt van még egy tűzcsapunk, meg egy kis füves terület. Viszont én magát ezt az épület együttest is három részre szedném. Van ez a top secret szósz, van a konténer, és van az elhagyatott gyárépület. Kezdjük a top secret szósszal. Ez lényegében egy ilyen régi víztárazónak tűnhet, de ebbe tárolták a Sardinia gyárnak a titkos szószát, és ezen is van egy játékfunkció, hogyha oldalra fordítom, akkor itt ugyanúgy láthattok egy kallantyút, és ha megnyomjuk, akkor kilövi magából a titkos szószt, ugye ezt takarítja a vegyvédelmi ruhás emberkénk. Ez egy matrica rajta, de amúgy hátulról egy üres hordó lényegében, csak nagy. A másik oldalon van egy konténerünk, itt hátul már látszik egy kis turpisság magával a konténerrel, mutatom előről. Tehát ugye a gyárépület mellett a konténerünk ajtaja be van zárva, viszont ha hátul megnyomom ezt a pöcköt, akkor itt is kijön egy láng, ég a konténerünk belseje is, ezt is el kell oltani a tűzoltóknak, úgyhogy itt is van egy plusz játékfunkció. Becsukom, betolom, és akkor be lehet csukni az ajtót. És akkor nézzük meg a gyárépületünket. A gyárépületünk négy szintes. Az alsó szinten egy bedeszkázott ajtó van, ugye a Keep Out felirat az matricázva van. Egy ilyen régi típusú lépcső vezet, ugye két ilyen beton gömbbel a lépcső két szélén. Bent ég egy hordó, ebbe csak egy ilyen elemet kellett behelyezni. Ugye ez két tűzelem, egy ilyen domború elemen, ott a hordó, és akkor ezt így bele kellett tenni. Ha följebb nézünk a szinteken, akkor ugye itt négy égő ablakot látunk. Mindezek a kövek, mind a rebuild felirat matricázva volt, ugyanúgy, mint ahogyan a Sardinia gyár, Sardin Factory is. Itt nagyon semmi látnivaló nincsen, ugye itt lehet kilövöldözni az ablakokból a tüzet. Ami nekem nagyon tetszik és nagyon ötletes, az viszont ez a konzervdoboz a tetején. Erre ránézésre megmondja az ember, hogy ez egy szardíniás konzervdoboz. Ez így mozog, ennek majd mindjárt elmondom a jelentőségét, de így lényegében ugye látszódik, hogy egy szardíniás konzervdoboz. És akkor nézzük meg a hátát az épületünknek, ugyanis itt van a lelke, tehát itt van ez a szardíniás doboz, azért tud mozogni, mert ezt tudja helyre rakni a lángokat. Ugyanis ha kilőjük, most csak így kézzel, akkor ugye ezek így behajlanak, és maga a szardíniás dobozt mozgatva tudjuk ezt visszaállítani őket a helyére. Tehát ez is egy játékfunkció benne, valamint hogyha erősen meglőjük, akkor ugye maga a szardíniás doboz a tetején megpördül. Úgyhogy ez is egy játékfunkció. És akkor összegezzünk. A set most már, ahogy néztem az árát, nagyon drága lett, hát én még 27 ezer forintért vettem. A LEGO oldalán most 40 ezer forintért vásárolható meg ez a set, de hogyha egy kicsit túrunk, akkor 30 ezer forint környékén újonnan bontatlanul meg lehet vásárolni szaküzletben is, és mégiscsak egy 700 darabos készlet, igaz, nagyon jó játékfunkciókkal, két nagyon jó járművel, egy teljesen egyedi motorral, ugye kicsi, hogyha kiszedjük a tüzet, akkor egy beépíthető elem bármilyen városba, egy ilyen lerobbant gyártelep, mit tudom én, Csepelt akarom megépíteni, akkor így beleveszem,
Cukik benne a cicák, 7 minifigura, tehát azért elég sok mindent kapunk a pénzért, de 40 ezer forint ezért már sok. 30-ért még azt mondom, hogy teljesen megéri a szett, ott még elgondolkoznék, hogy megveszem-e a gyereknek, 40 ezer forintért már sokkal jobb szetteket is lehet kapni, a Legónál is. Mondom, szaküzlet, internet, biztos, hogy akinek megtetszik, az hozzá tud jutni olcsóban is ehhez. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, kapcsold be a csengőt, és mindig értesítést kapsz a legújabb LEGO tartalmakról. És ha támogatnál, akkor lájkold a videót, hidd el, többet számít, mint gondolnád. Köszönöm, hogy megnéztétek! Sziasztok!